Köszöntöm a Kávadásának nézőit, mai vendégeink Zagyva György Gyula, 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom társelnöke és Gulyás Márton jogvédő aktivista. Ugorjunk is bele az első témánkba, méghozzá a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi vezetőit tartóztatták le, mondván, hogy terrorista cselekményt kívántak elkövetni, gázvezetéket akartak robbantani. Te a múltkori adásban, jó pár adással ezelőtt, például a betyársereget a Ku Klux Klánhoz hasonlítottad, és azt mondtad, hogy terror szervezethez hasonló működést hajtanak végre, vagy folytatnak a te véleményed szerint. Erről az ügyről mi a véleményed? Hát a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalmat semmiképpen nem mondanám terror gyanús szervezetnek, egyébként meg kell várni az ügyészségi vizsgálatot, tehát azt gondolom, hogy az alapján nem érdemes prejudikálni. Ezzel együtt ezek komoly vádak, tehát hogyha bebizonyosodnak azok a vádak, amelyeket az ügyészség, a román ügyészség terjesztett fel az otthoni vezetőkkel szemben, akkor azt gondolom, hogy el kell gondolkozni a hazai vezetőségnek is, el kell gondolkozni a Jobbiknak is azon, hogy valóban egyébként érdemes támogatni a nagyon komoly közpénzekkel ennek a mozgalomnak a működését. Egyébként szerintem a mozgalom kapcsán nem ez a legfontosabb kérdés, mert mondom, ez most majd az ügyészség eldönti, bíróság kivizsgálja, meglátjuk, majd egy hosszú évek procedurája lesz. Szerintem sokkal érdekesebb a HVIM-nek a működésével kapcsolatban az, hogy milyen kapcsolata van a Jobbikkal, mennyi pénzt kapott a Jobbiktól az elmúlt években. Egyébként direkt átnéztem a honlapját a szervezetnek, és nem találtam semmilyen beszámolót erre vonatkozóan. A költések egy részéről van beszámoló egyébként, de az, hogy ki támogatja a szervezetet, akár csak az, hogy az 1%-okból mennyi jött be idén, vagy tavaly előtt, erről semmilyen információ nem található meg, mint ahogy a vezetőknek a javadalmazásáról sem. Tehát, hogy nem jó helyen néztek, kedves Márton. Az átláthatóság kapcsán, miközben a Jobbiknak ez egy kiemelt ugye, célkitűzése, hogy hát átláthatóan kell üzemeltetni az államot, és hogyha majd ők kerülnek kormányzatra, akkor jön el majd az igazi transzparenciának a kora. Ezt az érdemes megnézni azt, hogy igazából a Jobbik és a szatellit szervezetei ebből a pillanatban, amikor most ellenzékben vannak, semmivel nem kommunikálnak átláthatóbban a pénzköltéseikről, mint az egyébként a valóban szégyenletes és korrupt banda, ami most kormányozza ezt az országot. Jó, először is kezdjük az erdélyi... Súlyos vádak ezek volt, hát súlyos vádak. Erdélyi 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetőivel, terrorvád, erről mi a véleményed? A másik pedig ugye a HVM-nek a gazdálkodása is, ugye, amit Gulyás Márton felvetett. Tehát kezdjük az erdélyi vezetőkkel. Tehát rögtön vissza is kérdeznék, hogy a Mártontól, hogy ugye azt azért el tudja képzelni, hogy a román állam az mondjuk egy titkosszolgálati akcióba mondjuk ellenséges szervezeteket megvádol, mondjuk büntelenül? Mert azért ez nagyon fontos, hogy ezt kijelentette, mert itt pontosan erről van szó, és nem csak mi vagyunk teljesen törvénytelenül megfigyelve mondjuk Romániában, hanem az összes olyan szervezet, ami a szájára beszél az autonómia kérdést. Tehát itt a Székely Nemzeti Tanástól, a Egyesült Magyar Ifjúság, Erdélyi Magyar Ifjúságig mindenkit, de sorolhatnám a politikai pártokat, az Erdélyben szereplő politikai pártokat, mindenki totális megfigyelés és megfélemlítés alatt van. Tehát az igazi, tehát mondjuk a terrorizmusnak ugye az egyik alapkritériuma, hogy a társadalmat ugye félemlítse meg. Tehát ez az egyik alapkritériuma a terrorizmusnak, mint tényállásnak, és a erdélyi vezetőinknél ilyen szóba se jön, még a vádakban sincs ilyen, ellenben az a módszer, amit mondjuk a román hatalom, meg állam, meg mondjuk a román ügyészség használ, az viszont teljesen egyértelmű. És a gázvezeték robbantás? Hát de ez egy ugyanolyan kamu, mint ahogy a fél évvel ezelőtti sajtóhírek kamuk voltak. Teljesen blöffök, média blöffök. Hát ezek nincsenek benne a vádiratban sem, könyörgöm. Tehát olyan dolgokat tesznek bele a sajtóba, ami teljesen egyértelműen azt próbálja előkészíteni, hogy a román társadalmat azt úgymond félrevezesse, meg idézőjelbe a magyarok ellen tudja uszítani, megfélemlítse, magyar kártyát ki tudja játszani, stb. Tehát ezekről nincsen semmiféle bizonyíték. Tehát fél éve bent vannak előzetes letartóztatásban, és nincsen hangfelvétel. Van egy olyan érdekes aspektus ennek a történetnek, hogy most a magyar és a román állam viszonya, ugye ez köztudott nem a legjobb mostanában. Hát most tiltottam ki például a román politikust, előtte meg kitiltottak például most Szálló István. Most például Bogdán Diakonú nevű román közéleti szereplőt, aki egy teljesen egyértelmű magyar ellenes szereplő, de nem egy nagyon komoly valaki amúgy, kitiltották az országból, ami számomra például nagyon furcsa volt, mert Magyarország ilyen lépéseket nem szokott tenni. A magyar és a román állam viszonylag nagyon rossz, és teljesen egyértelmű, hogy amellett, hogy választások közelednek Romániában most, és ki fogják játszani, és ebből húzzák ki a magyar kártyát, emellett ez az egész ügy, ez a magyar államnak is szól.
Hogyha a bírósági eljárás hitelt érdemlően bizonyítja azt, hogy valóban voltak előkészületek, amelyek terrorcselekmény. De hogyha tegyük fel, hogyha mégis ez kiderülne, lesz ennek következménye a HVM-en belül, vagy sem? Következménye? Igen. Ezt mit értünk következmény alatt? Például jobban ki fogják vizsgálni azt, hogy lehettek-e más cselekmények, vagy voltak-e más előkészületek. Lesz-e valami következmény ennek a két embernek szervezeten belül pozíciójára illetően? Hagyj ne válaszoljak ilyenekre, mert most az, hogy mit fog kihozni a román állam, azt én előre, tehát ez nem előtti élet, ez tapasztalat, tehát tapasztalatból beszélek, előre mondom, hogy bármit kihozhat. A mostani tapasztalatok alapján aznak a 95% a hazugság. Ne fogadjuk már a hitelesnek, hogy a Securitate-nak az utód szervezete. Ezt akarom csak kérdezni, hogy akkor jól értem, hogy azt mondja, hogy a román igazságszolgáltatást abszolút nem tekinti legitimnek. Abszolút, és a román titkosszolgálatot pedig a Szereit, az pedig a Securitate konkrét utódjának, tehát személyi utódlások vannak. Egyébként csak annyi kommentet még hozzáfűznek, hogy szerintem egyébként a székelyföldi autonómia kérdése ez egy égetően fontos kérdés, egy abszolút jogsértett állapotban élnek az ottani kisebbségek, és egyébként pont ennek a jogsérelemnek a felszámolásához rendkívül káros az a tevékenység, mint Zagyvagyőr Gyula, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom és a szatellit szervezetek történnek be, hiszen nyilvánvalóan azzal, hogy illegitimnek ismerik el azt az államot, hogy meg kellene egyébként győzni arról, hogy igenis az autonómiának a követelését azt teljesítse, most nyilvánvaló, hogy ebben nem lehet előrébb lépni. Ilyen embereknek a szenvedéseit növelik az ilyen szélsőséges, revizionista törekvések, amelyek nem ismerik el egyébként azt az államot legitimnek, amelynek egyébként meg kéne adni ezt az autonómi jogot az ott élő kisebbségek számára. Hát egyrészt ez még nem revizionizmus, tehát egyrészt. Másrészt, ebben most egyébként Erdélyben ebből a kijelentésekkel nem lesz népszerű, avval, hogy mondjuk egy székelyföldi bácsit kérdezzem meg, hogyha megy majd, nem tudom, volt-e már Erdélyben, Székelyföldön, kérdezzem meg, hogy ő a bukaresti hatalmat mondjuk ő saját magára nézve elismeri a legitimnek. Nem fogja, és pontosan azért, mert oka van rá, mert másod, harmad, negyedrendű állampolgároknak tekinti a magyarokat a román állam Székelyföldön, meg Erdélyben is, több ezer jogsértés van elkövetve évente az ott élő magyarokkal szembe, amit egyébként ez az a román állam követel, amit most ön egyébként véd. Tehát azért ne tekintsük már a román állam módszereit mondjuk Európába valónak. Tehát ez pontosan egyébként az Európai Uniónak kellene egyébként amúgy megrendszabályozni Romániát. Mert hogyha már mondják ezeket a nagy liberális lózungokat, akkor ez nem az Európai Unióba való viselkedés, most így lesarkítva beszélünk, amit Románia a magyarokkal szemben elkövet. Térjünk át a HVM-nek, ugye Gulyás Márton feltette ezt a kérdést, hogy most nyomon követhető-e a gazdálkodás, milyen támogatás van, milyen kapcsolat van. Rossz helyen nézte. A 64 vármegye alapítványnak a gazdálkodását kellett volna megnézni, amit például az átlátszó.hu is lehozott, tehát a kedves átlátszó.hu-s barátait, kollégáit meg kell kérdezni, és akkor ott meg lehet tekinteni a teljes gazdálkodását a 64 vármegye alapítványnak. Mert a 64 vármegye alapítvány és a 64 vármegye ifjúsági mozgalom az két különálló jogi személy, tehát ezt azért már mind egy általános iskolás gyerek is tudja. A mozgalom egy jogi személy, akkor ezek szerint, tehát nem az van, hogy az alapítvány intézi pénzköltéseit? Nem, az két különálló jogi személy, könyörgöm. Hát miről beszélünk? És akkor azok a pénzköltéseik, és a 64 vármegye alapítványnak a kurátorai eldöntik, hogy milyen célokra használják fel a különböző támogatásokból, akár a Jobbik párt alapítványától érkező összegeket, és nem feltétlenül a 64 vármegye ifjúsági mozgalomnak a céljait támogatják vele. Jó, és akkor a mozgalom oldalán látható pénzköltések azok milyen forrásokból lettek finanszírozva? Akár mondjuk a Magyar Szigetes rendezvények, vagy a más további rendezvények, például a Rongyos Gárda emléknap. Milyen? Ezek milyen forrásokból lettek finanszírozva? Azok az események, amik fel vannak? Amik fel vannak tüntetve. Hát, különfélékből, valami a 64 vármegye alapítvány támogatásából, valami másból. És ezeket miért nem tüntetik fel, hogyha már egyébként ott van a költés maga az oldalon? Egyrészt, már elmondtam előbb, 64 vármegye alapítványnak a támogatásából, ami... És ezt miért írják oda? Mert nem kötelező mindent úgy leírni, ahogy ön gondolja.
Nem, tehát ezek de személyen gondolom, hogy ez az átláthatóság kérdése. Akkor semmi gond, hogyha... akkor jelentsen fel. De én nem akarok soha jelenteni. Hát, akkor csak akkor szeretném érteni. Miért? Azért, bocsánat, de azt mondja, hogy azért, hogy transzparensen láthassam a pénzköltéseket, ahhoz nekem fel kellene jelenteni. Mert én megkérdezem, hogy tudja-e bizonyítani azt, tudom, hogy honnan érkeztek tudom, ezek a támogatások persze. A mozgalom részére, hogy ezeket a programokat finanszírozni tudják. Nem az ön dolga, de mi minden törvényesen csináltunk. Tehát mondom, meg lehet kérdezni a bíróságot, meg lehet nézni a vizsgálati eredményeket. Menjen fel, kattintson fel az átlátszó.hu-ra, és nézze meg. Lépjünk tovább, Budaházi Györgyék ügye, Budaházi Györgyék pere. Ott 20 évet kért az ügyész Budaházi Györgyre és társaira. Szintén terrorizmus a vád, sőt a fennálló államhatalom megdöntésére irányuló cselekedet, hogyha jól olvastam ki a vádpontokból. Erről mit lehet elmondani? Hát az a véleményem, hogy mondjuk ősz, ugye ez át fog tolódni ez az ügy most már, ennek az ügynek a lezárása őszre. Tehát az, hogy mondjuk őszön a 2006-os eseményeknek a 10. évfordulóján mondjuk majd a 2006-osokat akarják elítélni, az egyébként szerintem elég furcsa ahhoz képest, hogy a Fidesz elszámoltatást ígért. Egyetlen egy előző érabeli politikus nincsen börtönben, még eljárás alatt se nagyon. Viszont ugye 7 évvel ezelőtti történéseket, ami egyébként amúgy egyértelműen nem terrorizmus, ez a Szikinger úrnak a védőbeszédéből teljesen egyértelműen kiderült, hogyha amivel vádolják őket, tehát nem tudjuk, hogy ki követte el, mert bizonyíték nincsen, de amivel vádolják őket, egyébként az sem terrorizmus, hanem kísértékű rongálások, mert társadalmi megfélemlítés nem volt, nem követett el az sem, aki egyébként ezeket az eseményeket csinálta, de mondom, tehát rábizonyítani a budaháziékra nem tudták, nem tudják, nem ők követték el, teljesen egyértelmű, ellenben aki elkövette, az sem terrorizmust követette, hanem kísértékű rongálást, és mégis van egy 10 évig, vagy most már nem tudom, hány évig zajlik egy ügy a magyar médiában, folyamatosan média nyilvánosságot kap, és nagyon érdekes, nagyon jó időzítetten 2006 őszén lesz majd ennek az eljárásnak a vége, ami egyébként szerintem szembeköpése annak az ember tömegnek, aki egyébként 2006-ban Gyurcsány Ferenc menesztését kívánta, nagyon sok Fidesz szavazó is, tehát a Fidesz szavazóknak egy jelentős része. Tehát ez nem tudom, a Fidesz hogy fogja ezt megmagyarázni. Ön véleménye a Budaházi perről? Hát én Budaházi György szemét irrelevánsnak látom abszolút, tehát hogy nyilvánvaló, hogy az államhatalom egyébként erőszakos megdöntésére irányuló szerveződésnek volt ő a vezető, és ő maga is egyébként személyesen ezért talált. És ezt miből szűrte le, hogy a államhatalom hát, erőszakos? A cselekedet helyéből tudja, a magyarok nyilai, akkor a különböző molotov-koktélos támadás. Miért tettem el a feljelentést? Van ügyesség, ami ezt vizsgálja. A rendőrség tett feljelentést, és zajlik a vizsgálat. De megállapította. Nem kell nekem minden olyan helyzetben, amikor én törvénysértést tapasztalok, fölépni. Meg önnek se kell, hogy maga eldönti, milyen helyzetekben lép föl. Csak azt akarom mondani, hogy igazából szinte nem a Budaházi György személye az érdekes ebben az egész helyzetben. Befejezhetem a mondatomat. Az a jó a demokráciában, szemben mondjuk a magyar szigetes autokráciában, amiben lasszóval és ostorral fenyegeti a vitapartnereit, hogy most kénytelen végighallgatni a gondolataimat. Hát például megfenyegette az újságírókat, de ha meghallgatja, amit mondok, akkor például tudok egy olyat mondani, hogy egyetértek abban, Zagyva György Gyulával, hogy valóban egyébként szerettük volna látni nagyon sokan ebben az országban 2010 után, hogy megint az elszámoltatás, és semmifajta elszámoltatás nem indult meg. Sőt, szisztematikusan gátolja az ügyészség ezekben a napokban is azt, hogy a legnagyobb disznóságokkal kapcsolatban bármit is kiderüljön. Tehát ez a MSZP, Fidesz, nagykoalíció, ez egyrészt egy bizonyított tény, másrészt pedig arról van szó, hogy Pol Péter ügyészsége nyilvánvalóan fedezi azokat a bűncselekményeket, amelyeket egyébként 2002 és 2010 között követtek el, és itt tovább is. Tehát erről rosszal lehetne beszélni. De ezzel együtt egyébként Budaházinak a személye az nyilvánvalóan nem segítette azt, hogy az a tiltakozás, amiként jogosan robbant ki Gyurcsány Ferenc napvilágra került beszédével kapcsolatban, hogy az valóban elérhesse a célját, és ott valóban egyébként rákényszerítse a kormányhatalmat arra, hogy levonja a megfelelő konzekvenciákat. Igazából Budaházi György rendkívül nagy szolgálatot tett az MSZP-nek azzal, hogy lehetővé tette azt, hogy annyira radikalizálódtak az események, hogy képtelenség volt már onnantól kezdve moderált hangként tekinteni a Kossuth tériekre, és egy-két nap után igazából nem volt másról szó, mint a szélsőjobb által különböző szatellit szervezeteknek ilyen zavargáséről, amit egyébként Budaházi nem hagyott abba a Kossuth téri történetek után, hanem folytatott, és aztán ugyebár ez eredményezte azt, hogy például Csintalan urat is megverték, több esetben egyébként elkövettek támadásokat. Hát szerintem azért jó gondolja meg, hogy miket mond, mert utána a Budaházi György beperelje önt. Menjünk tovább, Becsület légiója, tiszavasvári rendteremtés. Ön ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy rengeteg jogsértést követnek el, rengeteg probléma látható. Az Agyvagyó Gyuláék pedig azt mondják ezzel kapcsolatban, hogy rend lett, az áramlopások visszaszorultak azok a fajta bűncselekmények és elkövetések, ami az ottani cigánytelepen tapasztalhatóak voltak, és kezd
normalizálódni a helyzet, hogyha fogalmazhatok így. Most mi a véleménye erről? Jó, hát egy állításon, ez is egy kérdés van egyébként Zagyva György Gyulához. Az első állítás igazából csak annyi, hogy szerintem mindent elmond a Becsület Légiónak a tevékenységéről az, hogy a megyei ügyészség felszólította a polgármestert arra, hogy szüntesse meg az együttműködést a Becsület Légiójával, és ez meg is történt egyébként. Tehát a polgármester maga sem gondolta azt egyébként, hogy a Becsület Légiójával való együttműködés az érdemes lenne arra, hogy szembeszálljon az ügyészséggel. Szerintem ez mindent elmond. A másik, amit akarok mondani... Csak kettőt nézi tényleg, csintalan után szabadon. Második pedig a kérdésem a Zagyva György Gyulához irányulna, hogy én ezt kérdeztem egyébként Volner Jánostól is, hogy miért van az egyébként, hogy a Jobbik és a szatellit szervezetén most pont a Becsület Légiója, az mindig a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb, leginkább egyébként az államhatalom által elnyomott népeket vagy csoportokat veszi támadás elé, és tőlük követeli a rendet, miközben soha nem láttam azt, hogy mondjuk például ön, vagy a Becsület Légiója, a magyar munkavállalókat kizsákmányoló multinacionális vállalatok, azoknak leányszervezetei, esetlegesen a bankok ellenében bármilyen fajta demonstrációt szerveztek volna, és megpróbálták volna azoknak hangot adni, akik tényleg egyébként kizsákmányolnak, tényleg egyébként megcsorbítanak a jogaikban, csak azok egyébként nem a Tiszavasváriban élő szegény cigány emberek, hanem egyébként a fővárosban székelő, vagy a megyeszékhelyeken székelő nagy multinacionális vállalatok, amelyek ébérét foglalkoztatják a magyar munkavállalókat, nem biztosítják számukra az alapvető ellátásokat, nem biztosítják számukra még azt sem, hogy nyugdíjat kapjanak majd a munkájuk után, viszont egészségkárosító tevékenységre kötelezik őket, ami idő előtt a halálukat fogja majd okozni. Miért nem ez áll a Becsület Légiójának? Tényleg jó politikus lesz amúgy, tényleg jó politikus lesz. A középpontjában. Előbb-utóbb, de akkor az utolsó kérdésére gyorsan válaszolok, aztán utána majd sorba a többire is. Amikor az IMF székház előtt volt tüntetés, akkor önök voltak a legjobban felháborodva. Tehát akkor a Én voltam háborodva? Hát az ön körei úgy siránkoztak, minden bajuk volt. Akkor az most jó volt, vagy nem volt jó? Akkor ön egyetért abban, hogy az IMF előtt tüntettünk, az IMF székház előtt? Én a módszerre nem értek egyet, megmondom miért, elmondom. Jaj, hát elmondom miért. Nem állunk fel, most meg a módszer. Egyszer oda menni, Petternek robbantani a szerencsétlen portás előtt, aki nyilvánvalóan nem tett semmit arról, hogy az IMF egyébként hogyan működik, viszont ott hőzöngeni, aztán levonulni, nem. Én szisztematikus kampányokról beszélek, hogy ilyen szisztematikus kampányokat önök egyébként szerveznek Tiszavasváriban és más helyeken. Tehát szisztematikusan foglalkozni azzal, hogy Magyarország a munkavállaló ne lehessen kizsákmányolva csak azért, mert nincsenek szakszervezetek, és ön egyébként amúgy mindennel foglalkozik? Tehát ön mondjuk abba a politikai körbe, amit most képvisel, még hogyha nem is szervezetileg, mondjuk ideológiailag, abban mindennel ön foglalkozik? Tehát mondjuk a leveli BKK életétől a gyártulajdonosnak a kizsákmányolása, mindennel ön foglalkozik? Nem tudok. A lehetősége ilyen szempontból. Megtesz, hogy válaszol a kérdésemre, vagy nem tud válaszolni, Dehogy nem. Összesre válaszolok. Na, tehát kezdjük. Egyrészt munkamegosztás, a Jobbik foglalkozik ezekkel a kérdésekkel eléggé szisztematikusan. Parlamenti felszólalásoktól kezdve az összes ellenzéki lehetőségét beveti egyébként. Tehát mi pedig, tehát akár én, mert most én állok itt önnel szembe, akár az Orosz Mihály Zoltán, akikkel úgymond együttműködés kötött Tiszavasvári polgármestere. Konkrétan, speciálisan ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, tehát azért velünk kötött szerződés, azért mi segítünk Tiszavasvárinak ezek a kérdésekben, mert mi is erre specializálódtunk az elmúlt években. Másrészt, amit ön az elején állított, hogy az ügyészség megszüntette az együttműködést a Becsület Légiója. Nem, megszüntetésről beszélt, nincsen megszüntetés. Nagyon érdekel, nézze meg, a mai napig érvényben van, a Tiszavasvári Önkormányzati Testület kötötte egy új szerződést, azt az egy sort kijavította, amit még nem is szólította fel, még csak figyelmeztette. Törvényességi figyelmeztetést adott. Igen, még csak figyelmeztette, még semmiféle szankció nem volt. Transzparens, elérhető, bárki számára meg lehet nyitni. Akkor nézze meg, önnek is ezt. Nézze meg, nyilván tudom. Az önkormányzattal, az ön által vezetett szervezetnek. Nem én vezetem azt a szervezetet, Orosz Mihály Zoltán vezeti. Egyrészt én ott aktivista vagyok, mint ön. Jogvédő aktivista, ha így tetszik. Tehát ott a Tiszavasvári összes lakosának a
jogait, azt védjük és figyeljük. És egyébként amúgy mondjon már akkor olyan észrevételeket, amivel mi mondjuk rosszul végezzük a munkánkat. Tehát mi az ön problémája avval, hogy mi ott tevékenységet végzünk? Tehát milyen észrevételei vannak? Hányszor volt lent Tiszavasváriban? Nekem nem kellene menni a Tiszavasváriban egyébként, hogy lássam azokat a felvételeket, ilyen határozott, és olvassam azokat a nyilatkozatokat, amelyeket véleménye van mondjuk arról, és akkor jó lenne ezek alapján, a nyilatkozatok és felvételek alapján mondom azt, hogy ahogyan önök egyébként szisztematikusan a szegénységben élő embereket megzárják Tiszavasváriban, az nem fér össze a jogállamiság eszményével. És egyébként én azt tudom mondani önnek, hogy ön ajánlott az előbb a kamerákon kívül, hogy menjünk csak közösen Tiszavasváriba. Én boldogan lemegyek önnel Tiszavasváriba, ugyanúgy végig fogom kamerázni önt is, hogy ön végig kamerázza egyébként azokat az embereket, akiknek magának semmi olyan nem lenne ahhoz, hogy vegzálja őket, de mégis megteszi. Közterületen, bármikor lehet. Fogom majd magát kamerával követni. De törvényesen, csinálja. Rögzíteni annak érdekében, hogy hát ha ez elindítja önben azt a folyamatot, hogy megérzi azt, hogy mit jelent egyébként az, hogy jogtalanul vegzálják az embert. Legyen ez a végszó, hogy akkor Tiszavasváriba folytatjuk, és utána pedig egy ismételt KO-ban folytatják a vitát. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a megkívásokat, hogy elfogadtátok megkívásunkat. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!